sportuszodában jártak hozzám úszásra, és én nagyon szerettem őket, mai napig is nagyon jóba szeretem őket, ők jó tanítványai, nem. Nem tartjátok hát nem, de azért nézed őket, nem. Hogy még mindig sudár a De éppen azt akarom sportos. Mondani, hogy stram, kiállásúak, büszke vagyok rájuk, mert nem pocakosak, nem puposak, nem slamposak, hanem fes kiállású, a koruknak megfelelő alkata rendelkező emberek. És hát ki kell emelnem a Dajcs Tamást, aki gólyaként nekem az atlétikai versenyen is helytált, és nyert is. Távolugrásban nyert nekem, úgyhogy ők nagyon-nagyon fociztak, úztak, nagyon szerették a sportot, és ezt meg is tartották. És nekem ez egy nagyon szép élmény, sőt, olyan kedvesek voltak, hogy amikor elköszöntek tőlem, amikor vége volt, hogy nem jártak többet hozzám, akkor hátuk mögül elővettek egy csokrot, ami Túró Rudiból állt, és úgy köszönték meg nekem a munkámat, úgyhogy nagyon-nagyon szép élmény nekem. Szóval a sport ugye nevel, de viszont én úgy gondolom, úgy hogy az még Péter kevés, egy... a nevelés az még kevés is, mert a Karácsony Sáron nevű magyar reformpedagógus, aki tiltottak 45 éven keresztül Isten hite miatt, és legalább annyit ért, mint a Waldorf módszer Rudolf Steinere, aki azt mondta, hogy ha csak a testével és a szellemével törődöm a gyermeknek, és a lelkével nem, akkor egy torzó lesz belőle. De ha a lelkével is törődöm, akkor növelem, nem csak nevelem. És Dajcs Tamás jött eszembe, hogy annak idején behívott az ifjúsági minisztériumba Dajcs Tamás, és bemegyek, és nem értettem, hogy miről van szó, csak egy hétköznapon. És akkor ott van Aján Tamás és Kemény Dénes. De nem politika, ugye? Én minden szavammal politizálok. Minden igen? Szavammal, igen, csak nem pártpolitikát. Kikérem magamnak. Azt meg tudtam úszni a marxista esélyegyetem óta, mióta 27 éves koromban elvégeztem esztétika a filozófia tagozaton, és utána úgy döntöttem, hogy nem idealista, materialista leszek, hanem realista, Jézus követő, Isten hívő. Ennyit a politikai megjegyzésről. Tehát, ezt én nem akartam mondani, de hogyha megjegyzik és tiltakoznak, akkor ennyit viszont elmondok. Tehát, köszönöm. Én annyit mondok, hogy behívott ez a miniszter úr, Dajcs Tamás, és ott ül Aján Tamás és Kemény Dénes. Mindenki tudja, Aján Tamás a birkózó atya. Ez volt a 5 éve körülbelül, és jön a Kemény Dénes, pedig a nagy fineszes vízilabdás, aki furfangos taktikus, és én ott ülök, és kapunk egy kitüntetést, ami pénzzel nem járt, kis szobrocskákat kaptunk, gyönyörű, szép kis megyfából faragott kis szobrocskákat, kaptunk mind a hárman egészen más darabokat, és egy oklevelet a magyar ifjúság neveléséért. És akkor én ott ültem 20 percig, és mondom, mi hogy kerülök én ide, Aján Tamás és Kemény Dénes mellé. És akkor végre, 20 perc van magamhoz tértem, és azt mondtam, jó, akkor most elemezhetem a helyzetet. És mindenki meglepődött, hogy igen, tessék. Mondom, Aján Tamás edzi a testet, az izmokat. Kemény Dénes a szellemet, a furfangot. Levente Péter és munkatársaim, én egyedül semmit nem érek csak a társaimmal, tehát Döbrente, Ildikó, Grillus, Hunyos és még nagyszerű alkotótársaimmal, mi pedig a lelket edzük, ugyanis amikor például a foci meccsen megszólal a bíró sípja, és az addig gyönyörű, szép, szőke, gyönyörű testű, csodálatosan jobb lábbal, bal lábbal rugó, tehát taktikus, szép testű fiatalon meghallja a bíró sípját, eltorzul a szép arca, trágár szavak ömlenek ki a szájából, és felemelt ököllel rohan a bíró felé. Ehhez kell a mi lelki nevelésünk is, hogy a szép testű és nagyon gógyis fiataljaink sportszerűek is legyenek. Ez a lélek felül való nevelés. Amikor megszól a bíró sípja, bocsánat, és megyek vissza a helyemre, és a posztomon állom a helyemet. Tehát test, szellem és lélek. De azért én visszatérnék még egy-két dologra. Emlékszem a Limlom című műsorodra, ugye? Ja. Amelyben az volt a fő szlogen, bizony, hogy a gyerekek akár egy húsklofolóval is játszhatnak, kreatívak lehetnek, és jóról beszélek, hát bármivel, beszélek, ugye? És én arra emlékszem a műsoraidban legfőbbképpen, hogy a gyerekekkel úgy játszottál, hogy kreatívak legyenek. Tehát nem volt szükség különböző eszközök, fölösleges eszközökre, inkább így mondanám, drága eszközökre. Ma úgy mondják, hogy ez drámapedagógia, amikor nem kellenek pályázati pénzek ahhoz, hogy egy csomó tárgyat bevásároljunk.
nézzük meg az ódákat, iskolákat, itt különböző szobákban, helyiségekben rengeteg tárgylimlom van, amit rengeteg pénzzel vásároltak meg, és nem használják. Így van. Otthon is. És jó drága. Meg otthon is. Meg otthon is. Otthon én meg azt mondom, hogy hopp, itt egy sál. És azt mondom, jé, na hát, ó. Jaj, de aranyos ez a nénike. Jaj, kedvesem, édes fiam, átsegítenél a másik oldalra? Hát, jó napot kívánok, nénike, karoljon belém nyugodtan. És akkor itt szépen átmegyünk. Egy férfi és egy nő. Egy és el tudjuk alatt, képzelni. És el tudjuk képzelni. Amikor az ember belülről elhiszi, mint ahogy én magának az elején mondtam, amikor Kati még nem volt itt, hogy maga teljesen lényegtelen, hogy hány éves. Elvisz egy műsort, mert természetességét őrzi, és ez a lényeg az egésznek, hogy megkérdezik tőlem, hogy mi a titkom. A titkom az, hogy ma minden nap imádkozom, de minden nap, mert a kísértés kegyetlen, mert a sötétség, a gonosz ereje legalább akkora, mint a világosság ereje, de amíg az Isten engem csak a tenyerén hordoz, nekem arra kell vigyáznom, hogy ez a sötétség erő, ez le ne vonzon onnan, vagy le ne táncoljak a tenyeréről, addig én minden nap, szinte minden órájában kell, hogy ellenállva a kísértésnek azt imádkozom, hogy add Uram, hogy meg tudjam különböztetni a természetest a természet ellenestől. Ezt fogalmakban, tárgyakban és erkölcsiekben is. Abszolút. Most pedig sajnos, illetve nem sajnos, hál' Istennek, következik egy reklám, utána énekelek egyet, helyes. És aztán még nagyon sok mindent röviden meg kell, hogy beszéljünk. Szeretném ajánlani önöknek a CD-met, kazettámat, amit megrendelhetnek a 0620-374-80-81-es telefonszámon. És hogyha tetszik az én programom, esetleg a műsorom, előadásom, akkor a műsort is megrendelhetik, a koncertemet is megrendelhetik ezen a telefonszámon. Tehát 0620-374-80-81 és a kazettám CD-m szintén megrendelhető. Mikor jössz már én felé, mag meddig várjak, vajon nem csalak remény, hogy majd csókot ad a szám. Jöjjön hát a pillanat, mikor téged én meglátlak, egy szerelmes perc alatt, újra mosolytok majd le.
Egy telefon van a vonalban. Tessék parancsolni. Halljuk. Halljuk. Halló. Igen, jó napot kívánok. Kedves Péter. Levente Péter, igen, hallom. Kivel beszélek? A nevem nem mond semmit, Avar Pálné vagyok. De a lánykori neve talán mond? A lánykori nevem talán mond valamit, Halmai Edit. Hát hogyne, Szekszárd, ugye? Halmai Edit. Halló? Igen, igen. Na, azért mondom, igen. Hallgatjuk, hallgatjuk. Örülök neki, hogy nem kirakat rendező lettél. Igen, 1961-ben esztergályos tanulóval vettek föl a Hernád utcában. Akkor most már tudod, Páner Zsuzsika, Halmai Márta, úgy Halmai van. Edit. Györkönyv, Tolna megye, így van. Isten áldjon benneteket, jól vagytok? Igen, 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 igen. Sok szeretettel gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk neked. Köszönjük szépen, megvan, mert Döbrente Ildikóval, akit ismertek, most voltunk 30... És további sok sikert! Köszönöm, 38-es házasok voltunk, most igen. A 39-ben vagyunk. És mindig csak bókolok a többi nőnek, de nem udvarlok csak Döbrente Ildikónak. Ez nagyon derék. Kezdőd egy csókolom. Köszönjük a telefont. Szia! Jó teszed! Ez újabb telefon egyébként? Köszi! Igen, Döbrente Ildikóval kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy miért költöztetek el ilyen messzire családostól együtt? Úgy tudom, hogy Budapesttől nagyon-nagyon messze. Nagyon-nagyon messze nem, ha de nem. A bűztől és a gondatlanságtól és a sietségtől, meg a jelszavaktól, mondjuk egyet mondok, például a tégy a gyűlölet ellen jelszó, elől ugyanúgy menekülök, mint a éljen a megbonthatatlan szovjet magyar testvériség, mert én magamnak szoktam jelszavakat kitalálni, nekem nincs szükségem arra, hogy kiírják a falakra, és én ezt úgy fordítom le magam számára, magatartás kultúrával foglalkozva, hogy én teszek a gyűlölet ellen naponta. Én. Én másokat csak informálok, másokat illusztrálok, az információt illusztrálom, hogy félre ne értsük egymást, egyet velem nem kell érteni senkinek, csak nem szeretem, hogyha félre értenek, és utána én inspirálok a tovább gondolkodásra. Instrukciót, és utasítást, parancsot én senkinek nem adok, csak magamnak. Levente Péternek, a feleségemnek sem, és nekem ne adjanak a semmilyen médiumban utasításokat, informáljanak, azt illusztrálják, hogy félre ne értsem, és inspiráljanak. Majd én mondom magamnak, hogy én teszek a gyűlölet ellen. Az én körzetemben nincs gyűlölködés. Nálam még ellenségem sincs. Ezt képzeljétek el? Hát, elfogytak az ellenségeim. Gratulálom. Nagyon jó. Ellenfeleim vannak. Nagyon irigyeljük. Nem kell irigyelni, lehet. Azt szoktuk mondani, hogy ha már nem vagy a barátom, legalább ne legyél az ellenségem, ugye? Abszolút. Gyorsan szeretnék kérdezni, mert felírtam egy pár nagyon klassz dolgot. Na. Rövid válaszokat lett Katikától is, és Pétertől is. Úgy tudom, a Rákosi Szidi valamilyen rokoni kapcsolat. Nem, hogy valamilyen rokon, a Rákosi Viktor, aki szintén sajnos tiltott volt az elmúlt 40 évben, mint Szini tanulája volt, ugye, ha jól Rákosi tudom, a legnagyobb. Szidinek. Ő igen. A Nemzeti Színház örökös tagja, de a dédnagy papám, a Rákosi Viktor, a Sipulus, aki humoreszkeket írt, és Karinthy Frigyes azt mondta róla, hogy ő a magyar humor atya, és őt inspirálta Karinthy Frigyes. A Rákosi Jenőnek pedig, ennek a szent családnak, Rákosi Viktor, a dédnagypapám, Rákosi Jenő, a hírlapíró király, a Pesti Hírlap, őnek egy bronzszobra volt a Bástya mozi előtt, a most gyönyörűen megújult New York palotával pontosan igen. Szemben, és még erről anekdota is volt, hogy a Arasz bácsi följön vidékről, és ott megállott a sarkon, a New York palotával szemben, és azt mondja, hogy bocsásson meg, merre felé van itt egy WC. És akkor azt mondta a pesti polgár neki, hogy hát amár a Jenő bácsi mutat, mert ott volt a sarkon. Jaj. Na most ezt az én Jenő bácsimnak a bronzszobrát a Sztálin csizmájába öntötték bele a háború után. És a Rákosi Szidi pedig, a Nemzeti Színház örökös tagja, aki az első magyar színi iskolát... De legnagyobbak, ugye? Mondanál egy pár nevet, ha megkérnél-e? A Tőkés Anna és a Jászai Mari és a Fedák Sári, ő az akkori kornak volt a Gobbi Hildája. És még igen. Majdnem úgy is nézett ki, mint a Gobbi Hilda. Nagyon érdekes. Egyébként Jászai Mari díjas vagy, úgy tudom. Igen, csak soha nem engedtem kiíratni. Egyedül a Békés Csabai Színházban, az egy szerintem Magyarország egyik legjobb vidéki színháza, sőt, hát szerintem az első és miért van, nem? Benne hagytad van. Kérni? Azért nem, mert nekem napi értékmérő, és titkosítottam a telefonszámomat 40 évvel ezelőtt, amikor népszerű lettem, mert 45 éve dolgozom idén szeptembertől, vagy augusztus 1-től, az a 45. évadom lesz,
a szakmában, és 40 éve titkosítottam a telefonomat, és Levente Péteren kívül semmit nem engedek leírni, és nem ajánlom magam, engem meg lehet találni, azért, mert napi értékmérő legyen, hogy szükség van-e arra, amit képviselek. És amikor abbahagytam a Móka Mikit, amit kérdeztetek, 79-ben, igen, akkor megkérdezték a rádió pagodájában, hogy miért hagytad abba a Móka Mikit? Tehát ez sztár szerep, apám, hát ilyen fogsz dögleni. És akkor mondtam nekik, hogy azért, mert nem szeretem a veteránlevest. Mi az a veteránleves? Mondom, az, ami valakinek egy babérból fő élete végéig. Ízetlen. Újítottál mindig. És ezután mindjárt jött a Kikopog a Kossuth Rádióban, minden hétfőn Szabó Éva, Isten nyugosztalja, nagyszerű költőnő és szerkesztőnő a Kossuth Rádióban, aki felfedezte Döbrente Ildikót, mint forgatókönyvírót a Mikroszkóp színpadon, akkor a Családi Színházunkban, és engem pedig, mint rendezőt, Bozó László fedezett föl a Kossuth Rádió számára, és 15 évig a Kikopog sorozat jött. 90-ben pedig, amikor kitört a köztársaság, akkor pedig Várkonyi Zoltán fia, Isten nyugosztalja, és Ifja Velek Otto, annak a műsorirodája, amelyek ugye a Hankis alatt volt egy ilyen csodálatos 3 év a Magyar Televízióban, amikor kiderült, hogy ki talentumos és ki kontraszelektált a pályán. Tehát akkor volt 68 iroda, és a 68 irodában 13-nak ment, többinek meg nem. Már akkor nem mondta meg az osztályvezető, hogy ki csinálhat műsort, hanem aki csinálta, a jót csinált, azt vetítették, aki meg, hát akkor az meg elment a panaszkodni valamilyen szakszervezethez vagy valahová, a újsághoz. Na, amilyen az égből potyant mese, akkor beindult szépen 1990-től, és 97-ig 86 gyönyörű esti mesét vettünk föl, ami ugye úgy volt, hogy tágas égen andalog, bámulják az angyalok, tán egy lámpa? Á, dehogy! És a vége pedig az, hogy a mai nap éppen megfelelő arra, hogy a hangya holdra szálljon, szánkba cukorkák repüljenek, a varázslat valósággá váljon. Így volt, nem így volt, égből pottyant mese volt. Péter, nem változol. Nagyon szép, és az ember elmélyül ilyenkor, és tényleg nosztalgiázik. Katika, hozzád is lenne egy pár kérdésem. Gondolom, hogy azért te nem álltál, amikor és tanítottál az ELTE-n, ugye ezt is tudjuk, de utána, úgy tudom, azt olvastam egy újságban, hogy egy ilyen kis klubod, minek hívták ezt ilyen, ide van írva, Újpesten egyszerűen, egy ilyen mozgásstúdió? Egyszerűen csak tornaterem volt. Igen. Csak egy tornaterem. És a népszerűséget, hadd kérdezzem. Tehát azok, akik esetleg oda jártak, nosztalgiáztak egy kicsit. De most van egy telefon, hát ha hozzászólnak, jó? Halló, jó reggelt kívánok. Ön van a vonalban. Halló. Igen, tessék parancsolni. Halló. Jó napot kívánok, igen, hallgatjuk. Igen, jó napot kívánok, és köszönöm szépen ezt a... Halló. Igen, hallgatjuk, mondja csak. Jó napot. Biztos zavarja önt, hogy visszhangzik, köszönöm, de tessék szépen nyugodtan ezt a mondani. Nagyon kellemes indítást ebbe a borús... Igen. Borús reggelt, elzárom a tévét. Az jó. Ugyan nem tudom. Köszönjük szépen. De azért szépen látom önöket, és csak annyit, hogy a művésznő... Huszár Zsóka művésznő egy olyan kellemes reggelt indított, és a köszönöm másik két híres szereplő is, csak ennyit akartam mondani, és nagyon szépen köszönöm önöknek, és akkor minden kedden egy hűséges nézőjük leszek, ha így indítanak. Még egy kérdésünk lenne, minden hogy változtak-e a sztár. Oké, köszönjük szépen, egy másik telefon van. Halló, ön van a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Budapestről beszélek, szeretettel üdvözlöm mindhármójukat, halló! Köszönjük! Jó reggelt! Halljuk, jó reggelt! Igen. És tőleg nagyon ittam a művész úr szavait, és azért nem kapcsolódtam be a műsorba, ugyanis én idén 60 éves lettem, és az én nagyfiam ugyanezen a műsoron, a Móka Miki nőtt fel, 36 éves, és szeretném az unokáimat 6 éves, 4 éves és 3 elvinni egy műsorra. Hol úgy imádom, hogy mosolyog itt velem szembe a tévébe. És nem tudom, hogy hol találom meg önt. Már mondom is. Hogy elvigyem gyerekeit, unokáimat. Komédium Színház, 5. kerület, Tüköri Y-nal, Tüköri utca, az Egészségügyi Minisztérium háta mögött értem van. És ott most húsvét utáni szombaton például Döbrentei Ildikóval a Mesetitka és a Játéktitka Kikopog műsorunkat nézheti meg 3 évestől 103 évesig. Nagyszerű. Úgyhogy oda várjuk a Komédium Színházban, májusban pedig még egy Móka Miki zsebszínház előadáson lesz ott. Szeretném megmutatni. Az is lesz. Hozza őket, 100 férőhely van összesen, meg kell rendelni a jegyet előre,
Igen. Próbálja meg, vagy jöjjön el oda a Komédium Színházba, délutánonként nyitva van a jegypénztár is. Örömmel várjuk, és a dédunokáját is szolgálni kívánjuk lelki szempontból. Hogy apátok ezen nőtt fel. És tornázni se felejtsenek el. Igen, és szeretettel üdvözlöm a Müller Katit. Igen, igen, mert néztük bizony, és nagyon jó. Mert egy kicsi mozgás mindenkinek kell. Szerint a táncot is, erre szeretném az unokákat is. Továbbiakban tényleg elvinni, és örülök, és továbbadom családba, mindenhol nézzék. Tehát önök most lesznek itt kedden tényleg? Igen, igen, leszünk. Hát mi nem leszünk, de Zsóka lesz az folyamatosan, biztos, és gondolom, hogy van még egy pár olyan ember Magyarországon, akinek nem kellett csak legfeljebb alsó neműt váltani, és semmilyen más zászlót meg ilyesmit váltani. Én legalábbis így vagyok az életemben, hogy maga a dédunokáját is küldheti hozzám, és ugyanazt fogom neki mondani, amit 1961-ben mondtam. Köszönjük szépen! Van egy másik telefonunk a vonalban. Köszönjük a telefont. Háló, tessék parancsolni. Ön van a vonalban. Hallgatjuk. Hallgatjuk. Jó reggelt. Jó reggelt. Vagy jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Elnézést. Hát az önök műsora szenzációs. Ilyen rossz hangulatba. Ezt köszönöm a meghívott vendégeknek és művészeknek, hiszen életköltözött a stúdióba. Tudja, azt szoktam mondani, hogy amikor ilyen esős nap van a színpadról, amikor bemegyek a közönséghez, és közösséget kovácsolok belőlük, hogy kedveseim, még ilyen napon is, amikor a ragyogó napot sötét esőfelleg takarja el, jó napot kívánoktól kisüthet a szívemben a nap. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy maga fölhívott minket, hogy úgy érzi, hogy ebben a kis locspocsos időben. Hallgatjuk? Igen. Hát a lányom is, és az unokáim is, az ön műsorán a Levente Péter és a tornásznő Müller Kata minket is megtornáztott. Nagyon örvendek. Tehát szívesen emlékszik ugye a két csodálatos szereplőre, Levente Péterre, Móka Mikire és Müller Katára. Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönjük, hogy jól érezte magát. Itt most a reklám helyezt el kell, hogy mondjam egy pillanatra, hogy ezek a szép virágkompozíciók Zsiga Krisztina kreálta, és hogyha önöknek tetszik ez a virág, és a virágkompozíciók, akkor a 7. kerület Damjanés utca 33-ban, ha elmennek, és megemlítik, hogy a lendületes műsorban látták Kuszák Zsókánál, akkor még kedvezményt is kapnak esküvőkre, születésnapokra, tehát ezeket a gyönyörű virágokat megkaphatják. Közeledik lassan a vége a műsornak. Katika, még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a népszerűségben még füldesz egy picit, hiszen abszolút megismerhető vagy. Gyönyörű vagy, még mindig karcsú, és még mindig, ha elkezdenél ott tornázni. Ez így igaz. Én azt hiszem, hogy az így. Hogy táncol? Azért, hát az előbb hogy táncolt? És hogy táncoltunk? Ez volt a torna. Hát nagyon régen egyidősek vagyunk. Katika, nem tudom, hogy ő hány éves, de egyidősek vagyunk. 25. És... igen, ja, az anyósom azt szokta mondani, hogy elmúltam 18. Hát ő mindig ezt szokta még mondani. Egyet, ha tegyek fel egy a kérést a nézőknek. Ha úgy gondolják, hogy a nosztalgia díj, amit odaadhatnánk az önök számára legkedvesebb vendégnek, akik nálam Huszák Zsókánál szerepelnek, akkor egy 2-3 alkalom után mindig kiadnánk egy nosztalgia díjat. Jelezzék ezt a telefonon, a Budapest TV telefonján, vagy Huszák Zsóka telefonján 0623748081, és a legkedvesebb vendégeknek, sztároknak egy nosztalgia díjat kitalálunk az önök kérése alapján. Várom önöktől. Tehát Katalina, hol találnak téged meg? Bocsánat, és utána a végszó az a tiéd. Hol találnak téged meg, ha netán azt mondják, hogy tornázni szeretnének veled? Hát az a helyzet, hogy engem már csak a lakásomban lehet megtalálni, hát mert én már nem dolgozom, a férjem azt mondta, hogy ennyi elég volt, nem akar, most mondjam, hogy 50-valahány éve mozgok, szóval valamikor meg szuper kell állni. Szuper férje van. És azt mondta, hogy így most kell. Már ne dolgozzak, így most van. Már urinő ez lettem, jó. És kényelmesen élek, úgyhogy igyekszem bepótolni azt a sok jót, ami kimaradt az életemből. Kívánom, hogy nagymama legyél, meg dédi mama az legyél. Az most készül, az most ezt végre mondom. Készül, úgyhogy most nagyon, most az unokám biztos, hogy jelentkezni fog velem együtt.
Péter, látom, hogy köszönjük szépen egyébként, de hát talán még hát, ha meggondolod magad, szerintem zászlóra szeretnél a költészet napján felolvasni valamit. Pontosan. Én elbúcsúzom a kedves vendégektől, és a költészet napján alias Móka Miki, a gyerekek és a szülők kedvence, aki megtalálható melyik színházban is, a Komédium színházban, Budapest 5. kerületben, és a foglalkozásaimat, azokat nem engedem kiírni, mert ez egy hosszú lista lenne, csak annyit mondok, hogy én is Levente Péter önképző társas lény búcsúzom, de a búcsúszó költészet napján Vörös Sándoré. Tehát én elbúcsúzom. Pedig csak egy szót szeretnék, igen, hogy nagyon szépen köszönöm neked, Zsóka, a meghívást, és a kedves nézőket sokszor üdvözlöm. Jó egészséget kívánok továbbra is. És mit ajánlasz? Egy kicsi mozgás mindig kell. Kedves nézőink, zárom műsoromat. Örülök, hogy velünk voltak. Örülünk, hogy betelefonáltak, jelt adtak. Várom önöket szeretettel továbbra is kedden reggel 8-tól 9-ig. Reméljük, hogy jobb idő lesz. És vegyék a CD-met kazettámat a 0620-as 374-8081-es telefonszámon. Ez volt itt a reklám helye, és búcsúzik az ászlóval. Vörös Sándor. Búcsúzik azzal, hogy ne mondjanak le a gondolkodás, döntés, cselekvés hármas egységéről. A gondolatok visszája és színe. Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet, mert amit gondoltál, megteremtetted. A természet a természeti világban alkot, a lélek a lelki világban. Ha egy ruhát, bútort, akármit készítesz, előbb kigondolod, vagyis a lélek világában megalkotod, csak azután készíted el a természeti világban is, természetbeli eszközökkel. Igazi alkotásod nem a természetben, de a lélekben lévő. Egyik előbb-utóbb szétromlik, másik belérögződött a keletkezésének perceibe. S aki nem a jelenben és nem az időben létezik, hanem az idő egészét áthatja, nézi alkotásaidat. Viszontlátásra! Köszönjük szépen, viszontlátásra! Csak legyen mi. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But on the way that I stay, there's nothing else to compare. The sight you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes out of you.
Jó reggelt kívánok a Budapest Televízió nézőinek. Április 18-a KEDD van. A mai témánk egy nagyon érdekes téma, az értékrend. Megint két sztár vendégem van, szerintem nincs ember ma Magyarországon, aki legalábbis a hölgyet ne ismerné meg, viszont ha a fiatal emberre gondolok, és esetleg dúdolok majd egy pár dalt, csak így, nincs ember, aki szintén ne tudná rögtön, hogy kiről van szó. Tehát két sztár vendégem, Kerti és Zsuzsanna, rádiós és tévés személyiség, és Miklós Tibor, zeneszerző, muzikálszerző, zeneszerző inkább. Szövegíró. A lényeget, igen. Írtál zenét egyébként? Nem. Nem. És hangszeren játszol egyébként? Nem játszom hangszeren, a rockzene nagyon korai időszakában, még szegedi egyetemistaként egy zenekarban énekeltem. Ennyi volt a zenész közreműködésem, de nagyon korán egy zeneszerző társam, barátom azt mondta, hogy én egy hangszer nélküli zenész vagyok. Ez arra vonatkozott, aki szövegírással próbálkozott valahogy is, tehát ő zenére írjon szöveget, az tudja, hogy mit jelent, hogy valamiféle zenei érzékkel kell rendelkezni, nem is csekéllyel ahhoz, hogy zenére tudjon írni az ember, mert különben akármilyen jó verset írhat, az nem fog tudni megszólalni énekben. Ez így van. Kedves nézőink, legyenek önök is részesei a műsornak, telefonáljanak. A képernyő alján meg fogják találni folyamatosan a telefonszámot. Ha kérdéseik vannak, vagy csak hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, telefonáljanak. Tehát az értékrend. Meg szeretném kérdezni mindkettőtöktől. Az értékrend ugye szellemi és erkölcsi értékek rangbeli sorrendje. De elsősorban ma a kultúra és a zene területén adódó értékrendről szeretnék beszélgetni veletek, és kérdezném először a Zsuzsikát, hogy szerinted az értékrendet ki határozza meg, mi határozza meg, hogy kapjuk az értékrendet, mert én az én értékrendem szerint olyan vendégeket hívok, akik az értékrendem szerint első helyen állnak, tehát letettek az asztalra valamit, tanulni tudok tőlük, tehát értékes emberek. Szerintetek az értékrendet hova sorolhatnánk? Nagyon bölcs dolgokat mondasz, már olyan értelemben, hogy egy kicsit tágítom ezt a kört. Tehát azt mondod, hogy olyan embereket hívok, akik valamilyen értéket képviselnek, akár számomra, vagy akár a hallgatóság, vagy a nézők számára. Jó reggelt kívánok, és megcsodáltalak, hogy kora reggel tudsz ilyen vidám, ilyen feldobott, ilyen hangulatos lenni, hogy van kedve.